Átadták a beregi tározót, akár 50 ezer ember biztonságát is biztosíthatja a térségben a komplex árapasztási rendszer. Tehermentesítik a környezetet, újabb hulladék lerakók rekultivációja fejeződik be év végéig a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás területének 22 helyszínén. Két új kormányablak nyílt, ezentúl Újfehértón és Csengerben is egyszerűbben és gyorsabban intézhetik ügyeiket a lakosok. Átadták a beregi tározót, amely mintegy 60 millió köbméter vizet képes majd a Tiszán érkező rendkívüli árhullámokból visszatartani. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Akár 50 ezer ember biztonságáról is gondoskodhat a térségben, valamint a külföldről hazánkba érkező katasztrofális méretű árhullámok hatását is mérsékli a beregi komplex árapasztási rendszer, hangsúlyozta a Nemzeti Fejlesztési Miniszter az átadó ünnepségen. Sesták Miklós televíziónknak azt is elmondta, árvízvédelmi beruházásokra megközelítőleg 170 milliárd forintot szán a kormány a következő időszakban. Tisztelt miniszter úr, hölgyeim és uraim! A vízügyi szolgálat, a vízügyi igazgatóság nevében nagy örömmel vesszük át ezt a létesítményt. A szalagátvágást követően a vízügyi igazgatóság szakemberei felnyitották az egyes számú zsilipkaput. Ezzel szimbolikusan is munkába állították az árapasztó víztározó rendszert, ami a Tisza térséget érintő szakaszában akár 60-80 cm-es vízszintcsökkentésre is képes lesz. A kormány úgy döntött 2010-ben, hogy muszáj olyan rendszereket építeni, ami az itt élő 23 és 50 ezer ember közötti létszámnak biztonságot tud nyújtani. És ennek az egyik jó példája, amit ennek ez a víz árapasztó tározó, amit ma átadunk, hiszen mind méretében, mind fontosságában, mind talán szimbolikumában ez jelentős, hiszen kevesen tudják, hogy 2001-ben pont itt szakadt át a gát. És hogy elmondták az előttem szólók a beszédekben, meg köztudomás is, hogy itt nem csak azért van jelentőség ennek az árapasztó tározónak, hogy maga a vízszint szabályozást itt meg tudjuk csinálni Magyarországon, hanem hogyha valamilyen katasztrófa történik, még Ukrajnában, Kárpátalján, az másodlagos hatást itt tudjuk kezelni. Ez nagyon fontos. Az árapasztó víztározó rendszer a helyi vízszintcsökkentés mellett a Tisza záhony alatti szakaszára is hatással lesz. Az előzetes számítások szerint még Tokajnál is mintegy 20 cm-rel csökkentheti a levonuló árszintjét, mondta el Bodnár Gáspár, a Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. Ahol állunk, ezen a műtrágyon keresztül 600 köbméter vizet tudunk másodpercenként a tározótérbe a Tiszából kivezetni. A rendszer keretében megépült egy olyan töltésrendszer, ami 60 kilométer hosszú, kapcsolódik hozzá egy fiók tározó is Lónya térségében, és árvíz esetén tudjuk kezelni úgy az árvizet, hogy gyakorlatilag homokzsákok alkalmazására nem lesz szükség, hanem gombokkal kell az árvízvédelmet megoldani. Segíteni fog a belvízvédekezésben is, hiszen közel 70 műtrágy újult meg, illetve épült a rendszer keretében, és vízhiányos esetekben is tudunk vizet juttatni a rendszerbe, úgyhogy a meglévő csatornákon keresztül szét tudjuk osztani a felhasználók felé, az értékes élővilágot vízzel el tudjuk látni, az értékes erdőket a beregben, illetve a mezőgazdaság részére is majd tudunk vizet juttatni. Az elkészült beruházás összköltsége 33 milliárd forint volt, a jövő évben pedig egy tájgazdálkodási projekt indul a térségben, aminek a vízkészletek növelése lesz a feladata, tette hozzá az igazgató. Újabb hulladék lerakók rekultivációja fejeződik be év végéig a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás területének 22 helyszínén, jelentette be a társulás elnöke. Sesták Oszkár hangsúlyozta, év elején zárult le egy rekultivációs projekt, amelyben 108 hulladék lerakónál tehermentesítették a környezetet. A közelmúltban újra nyitották a projektet, és közel 1,7 milliárd forintból folytatják a munkálatokat. Az elmúlt évtizedekben a települések végén vagy külterületén nem megfelelően alakítottak ki hulladék lerakókat. Ezért a térség települései úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy szilárd hulladék gazdálkodási társulást és egy olyan hulladék gazdálkodási rendszert, ami mind a fennálló jogszabályoknak, mind a jogos környezetvédelmi elvárásoknak megfelel. A lerakók rekultivációja többféleképpen lehetséges, térségünkben három módszert alkalmaztak és alkalmaznak most is.
Van, amikor viszonylag kisebb mennyiségű a hulladék, akkor azt egy az egyben felszedjük, és egy szigetelt hulladék lerakóba kerül, tehát semmi más nem marad a helyén, mint egy szép zöld fűesített terület. Van olyan, amikor egy átmeneti lezáró réteg kerül a hulladékra, ami azt jelenti, hogy ez csak föltakarás, illetve növényesítés, fűesítés. Ezt követően majd 10 év múlva ezeket még el kell látni egy végleges záró réteggel. Vannak azonban olyan lerakók, amelyek már egyszer s mindenkorra lezárhatóak, erre rákerül a végleges záró réteg, ami azt jelenti, hogy egy igen komoly bentanítós anyagos szigetelő réteget is kap a hulladék, és arra kerül egy termőréteg, az pedig füvesítésre kerül. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás településeinek Szilárd Hulladék lerakóinak rekultivációja elnevezésű projekt tájékoztatóján elhangzott, újabb helyszíneken közel 1,7 milliárd forint értékben tehermentesítik a környezetet térségünkben. Most 22 lerakó esetében megvalósul a projekt keretében a teljes rekultiváció, tehát azok a tájsebek, azok a környezetet veszélyeztető veszélyforrások, amelyeket ezek a szabályozatlan falu végén, település végén elhelyezett lerakók jelentettek, ezek megszűnnek. Úgy, hogy korábban is a 108 esetben is ez volt a célunk. 30 esetben még van feladatunk ilyen vonatkozásban. Tulajdonosi problémák okozzák, hogy ebben nem tudtunk előrelépni. Önkormányzati, illetve állami tulajdonban kell lenni azoknak a területeknek, amelyek a rekultivációjára a társulás pályázatot tud benyújtani. A tájékoztatón az elnök hozzátette, a térség rendezetlen hulladék lerakóinak problémáját később akár a TOP keretében is meg lehet majd oldani. Több mint 5,5 milliárd forintos keretösszegből alakítanak ki új kormányablakokat idén országszerte. A beruházás részeként adták át a 19. és a 20. kormányablakot Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Újfehértón és Sengerben. Utóbbi városban közel 30 millió forintból a járási hivatal foglalkoztatási osztályának épületét is felújították. Jelenleg több mint 460 ügyet tudnak intézni a lakosok a kormányablakokban. Ez a szám hamarosan 2000-re nőhet, a bővítés azonban különböző feltételekhez kötött. Megfelelő informatikai támogatás, kiépített gerinchálózat, a számítógépes rendszerek összehangolása, mert ma más rendszerre dolgozik egy földhivatali osztály, másképp egy foglalkoztatási osztály. Ezeket össze kell hangolni, ez időigényes, szoftverigényes, de arra törekszünk, hogy minél hamarabb a hatáskörrel rendelkező ügyintézőhöz kerüljön bármely osztályon az ügyirat, és minél hamarabb jogi keretek közt, jogszabályi keretek közt az ügyfél megkapja a döntést, illetve lesz olyan is, ami csak bejelentés kötelezett. A bürokrácia csökkentését célzó intézkedések részeként ezen túl csak bejelentés kötelezett lesz például a telephely változás, valamint eltörölhetnek közigazgatási díjakat, többek között az elveszett okmányok pótlásának díját, tette hozzá Kozma Péter. A 19. kormányablak a megyében Csengerben nyílt. A településen ezzel egy időben adták át a közel 30 millió forintból felújított járási hivatal foglalkoztatási osztályának épületét is. A kialakításhoz át kellett költöznünk, és ugye a munkaügyi központ most már foglalkoztatás osztály fogadott be bennünket, és ott tudjuk a munkánkat végezni. Azért oda tudtunk menni, mert két helyen van ez az NTG rendszer, a városházán és a foglalkoztatás, és a kiépítése borzasztó pénz és hosszú idő, és itt gyorsan kellett cselekedni egyik napra a másikra, de bízunk benne, hogy idővel mindenki visszakerül ugyanabba az épületbe, mert ez az álma a dolgozóknak, és addig megpróbálják, tényleg nagyon nagy türelemmel viselik ezt a helyzetet. Az egyablakos ügyintézés ezentúl Újfehértón is elérhető. Simon Miklós országgyűlési képviselő kérdésünkre elmondta, a település a megye negyedik legnagyobb városa, ezért is fontos, hogy modern körülmények között gyorsan intézhetik ügyeiket ezentúl a lakosok. A Szabolcsi 6-os választókerület, ez 5 kormányablak gazdagodott. Köszönet a kormányhivatalnak azért, hogy minél inkább közelebb próbálnak menni az emberekhez. Én láttam azt, hogy habár Nyíregyháza közel van, de micsoda megterhelést jelent,
egy 70 éves nénikének, hogyha be kell menni a személyigazolványt, vagy más ügyet intézni. A nyíregyházi járásban a negyedik, a megyében pedig a 20. az újfehértói kormányablak. 10 munkaállomással, 5 front office és 5 back office munkaállomással várjuk az ügyfeleket. Új gyerekek részére játszósarkot alakítottunk ki, új számítógépek vannak, ügyfélterminál várja az ide látogató ügyfeleket, és természetesen ügyfélbarát kollégákkal találkozhatnak, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ügyeket minél gyorsabban és hatékonyabban el tudják intézni. Az új kormányablakok már elérhetőek az ügyfelek számára, év végéig még 2 új típusút adnak át, így összesen 22 működik majd a megyében. Ezzel a számmal országos szinten Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a 2. legeredményesebb az új intézmények kialakításában. Van kiút a mély szegénységből, van visszaút a munkavilágába, hangzott el Nyírvasváriban egy felzárkóztató projekt zárórendezvényén. Az uniós és állami forrásból megvalósuló 135 millió forintos program keretében 160-an vettek részt különböző foglalkozásokon és képzéseken, közülük 45-en parkgondozó, kerti munkás, illetve család ellátó képesítést is szereztek. 21 hónapon keresztül 20 különböző rendezvényen, többek között ifjúsági, közösségfejlesztési programokon, nyári napközistáborban, háziasszonyok klubjában vehettek részt azok, akik részesei voltak Nyírvasváriban a szegregátunk felzárkóztatását elősegítő projektnek. A 160 résztvevő közül összesen 45-en szereztek képesítést, 10 család a szociális földprogram keretében kezdett el gazdálkodni, és létesítettek egy szociális mosodát is a rászorulók számára. A polgármester szerint az egész település profitált a programból. Meg tudtuk mutatni, hogy van kiút az embereknek a mély szegénységből, van kiút a hátrányos helyzetű létből, és van kiút abból a helyzetből, amiben ők beszorultak, és az a legfontosabb hiba és hiányosság a településen, az a képzetlenségük. Ezt mi egy nagyon komoly, a TKK-val, a Türi István Képzés Kutatóintézettel karöltve nagyon komoly képzési rendszerben oldottuk meg. A megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy nem elég a segítő szándék, annak elfogadása is szükséges a remélt előrelépéshez. Én az utóbbi években, utóbbi 10 évben látok ebben pozitív jeleket, és remélem, hogy a következő évtizedekben, hiszen ilyen távlatban kell gondolkodnunk, generációs váltásokban kell gondolkodnunk, ezek a törekvések eredménnyel járnak. Ugye ott van a másik leküzdendő probléma, sok esetben azt a véleményt halljuk, hogy hát már évszázadok óta ezzel a problémával nem tudtunk mit kezdeni. Talán nem is gondoltuk komolyan, mi sem, meg az a közösség sem, a cigányság sem. Hogyha ezek a szándékok találkoznak, akkor remélhetőleg, ha nem is évszázados, és remélhetőleg még évszázados, hanem néhány évtizedes távlatban ezek a hátrányok leküzdhetőek lesznek. Simon Miklós, országgyűlési képviselő kiemelte, az elmúlt 5 évben 2500 új munkahely létesült a térségben, emellett 4000-en dolgoznak közfoglalkoztatottként. A cél az, hogy az arány megforduljon, minél többen kapjanak munkát a versenyszférában, mint ahogy többeknek már sikerült a nyírvasvári programban résztvevők közül. 19 szakmában összesen 280 szakembert avatnak idén mesterré Nyíregyházán. A képzések előnyeiről a folytatásban szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. 52 000 doboz cigarettát és 200 kg dohányt semmisített meg ma Nyíregyházán a NAV. A csempészektől lefoglalt füstölnivalót egy speciális eszközzel darálták le. Magyarországon idén eddig több mint 40 millió szál cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök. Szombaton és vasárnap 4 mérkőzést játszik Gyöngyösön a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei labdarúgó válogatott. A Gerlicki Máté által irányított együttes célja, hogy a torna első 2 helyének valamelyikét megszerezve bejusson a következő körbe. Szakmában összesen 280 szakembert avatnak idén mesterré Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara a megyebeli cégeket egyebek mellett azzal segíti, hogy támogatja a szakemberek mesterré válását, hangzott el az oklevélátadó ünnepségen. A képzésen résztvevők számára a mesterlevél megszerzése az eredeti 220 000 forintos költség helyett mindössze 60 000 forint volt. A kamara legutóbbi mesteravató rendezvényén 45 fő vette át az oklevelet, akik az élet számos területéről érkeztek a képzésre, mondta el Pekó László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Magyarországon tudjuk, hogy elég komoly gond van a szakmunkásképzéssel, és jó döntés volt az, hogy
a gyakorlati képzés rábíztuk mesterembelekre. 15. szeptember 1-től már csak mesteremberek végezhetik a szakmunkás tanulóknak a képzését. Magyarul, tehát gyakorlatorientált próbáljuk tenni a szakképzést. És hál' Istennek kamarészre elmondhatom, hogy 2015 évben a 19 szakmában 280 fő kap mesterlevelet úgy, hogy vagy 100%-ban, vagy legalább 89%-ban támogatást szereztünk hozzá. A szakképzési törvény értelmében csak azon szervezetek folytathatnak gyakorlati képzést, ahol az adott szakmában mestervizsgával rendelkezik az oktató. Sokan ezért döntöttek a továbbtanulás mellett. Ám voltak, akik csak ismereteiket kívánták bővíteni. Én nyáron azért iratkoztam be, mert van már pincér szakmunkásvizsgám, és jelenleg egy iskolába tanítok, ahol technikát is egyben, ahol a pincéroktatásnak is a csinyát bínyával próbálkozok, igaz, élelmiszerlap ismeretet tanítok és vendéglátó gazdálkodás, de szeretném a gyerekeknek átadni a tudásomat, és ennek a bővítése véget gondolkoztam, hogy egy kis továbbképzésre beiratkozok. Az oklevél megszerzéséhez egy közel 5 hónapos gyakorlati és elméleti órákat tartalmazó képzésen kellett részt venniük a mesterjelölteknek. 52 000 doboz cigarettát és 200 kg dohányt semmisített meg ma Nyíregyházán a NAV. A csempészektől lefoglalt füstölnivalót egy speciális eszközzel darálták le. Magyarországon idén eddig több mint 40 millió szál cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök. Az illegális dohánytermékeket negyedévente régiónként semmisítik meg. Ezzel a módszerrel semmisítik meg a lefoglalt cigarettát. A törmelékből komposzt készül, amit majd bioföldként értékesítenek. Ebben az évben eddig 1402 esetben találtak illegális dohányterméket csak az észak-alföldi régióban, közölték a NAV munkatársai. Jász-Nagykunszolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 1.300.000 doboz cigarettát és 1900 kg dohányterméket foglaltak le, többségét Szabolcs megyében. Rendszeresek a megsemmisítések, hiszen a raktárkapacitásunk az kevés, így minden negyed évben van dohány megsemmisítés, vagy az itt látható kalapácsos összetörős módszere, vagy Budapesten például ott égetési technikával semmisítik meg, és az így keletkező hőt a távhőszolgáltató kapja meg. A különböző dohánytermékeket különböző módokon próbálják behozni a csempészek Magyarországra. Ezeket a cigarettákat például biciklivázakban rejtették el, de autók alvázaiban vagy külön kialakított részeiben is találnak illegális dohányárut a szakemberek. Sok esetben postai csomagokban próbálják átjuttatni a határon, ezeket azonban a szolgálati kutyák a legtöbb esetben kiszagolják. Ezeknek a cigarettáknak a minősége is megkérdőjelezhető, ugyanis ismeretlen körülmények között általában Fehér Oroszországban gyártják. Egy angol kutatás kimutatta, hogy sokszor növényi származékok, madárürülék, de akár vasreszelék is kerül a vágott dohányba. Ezekben a csomagokban például tölgyfalevelet találtak a NAV munkatársai. A behozatlan, ami jellemző a zöld határon nagyobb mennyiségben, az éleplő alatt szervezett csoportok hozzák át a cigarettát a határon, illetve a határátkelően kisebb mennyiségben fordul még elő, ott néhány dobozzal tudnak csak behozni, illetve most volt olyan felderítésünk pont Záhonynál, amikor egy hűtőkamionnak a tetejében volt nagy mennyiségű cigaretta, ezt a kamion röntgenünk kiszúrta, illetve pár héttel ezelőtt a vasúti röntgen is talált a vasérc alatt szintén cigarettát, tehát minden módon próbálkoznak. Nem csak a határnál, háztáji épületekben és állattartó épületekben is foglaltak már le illegális termékeket. Idén október végéig országszerte 40 millió szál cigarettát foglaltak le, tavaly ez a szám egész évben 70 millió fölött volt. Szombaton és vasárnap 4 mérkőzést játszik Gyöngyösön a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei labdarúgó válogatott. A Gerlicki Máté által irányított együttes célja, hogy a torna első 2 helyének valamelyikét megszerezve bejusson a következő körbe. Bár a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei futballbajnokságok az elmúlt hétvégén véget értek, egy csapatnyi játékosra még vár minimum 4 mérkőzés az idei esztendőben. A Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett megyei válogatottak tornájának első körében Gyöngyösön lép majd pályára Gerlicki Máté által irányított együttes. A 4 ellenfél a Borsod, Hajdú, Nógrád és Heves legjobbjaiból összeállított gárda lesz. Az edző reményei szerint sikerrel veszik majd fel a harcot a riválisokkal.
A saját csapatunkat ismerem, a játékosokat ismerem, viszont az ellenfeleket nem. Itt folyamatosan változhatnak az erőviszonyok annak megfelelően, hogy mondjuk a tavalyi NB3-ból mely csapatok este ki. Csak egy példát mondok, ugye Hajdú megyében, Hajdúböszörményből most már lehet beválogatni, tavaly még nem lehetett futballistát, úgyhogy ez ehhez is, ettől is függ. Az, hogy milyen esélyünk van, én szerintem Szabolcs megyének mindig jó esélye van egy jó eredményre, ezt szerintem ezúttal sem lesz másképp. Az Ibrányi csapat kapitánya Bodó Gábor szerint is van esélyük a továbbjutásra. A tavalyi csapat az se volt egy nagyon rossz csapat, sőt jó csapat volt. Tavaly egy góllal maradtunk le a döntőbe jutásért. Most a hétvégén szeretnénk ezt kicsit tovább lépni, szeretnénk megnyerni ezt a tornát. Úgy gondolom ez a csapat valamivel jobb, mint a tavalyi csapat volt, és ebben egy akármilyen válogatottban szerepelni azért nem kis dolog, és én ezt megtiszteltetésnek érzem, hogy ennek a csapatnak a csapatkapitánya lehetek. A megyei válogatott szombaton és vasárnap is 2-2 35 perces mérkőzést játszik. A tornáról az első két helyezett együttes jut tovább a Pomázi és Sziget-Szentmiklósi következő körbe. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Akár 50 ezer ember biztonságáról is gondoskodhat a térségben, valamint a külföldről hazánkba érkező katasztrofális méretű árhullámok hatását is mérsékli a Beregi Komplex árapasztási rendszer, hangsúlyozta a Nemzeti Fejlesztési Miniszter az átadó ünnepségen. Sesztárk Miklós televíziónknak azt is elmondta, árvízvédelmi beruházásokra megközelítőleg 170 milliárd forintot szán a kormány a következő időszakban. Újabb hulladéklerakók rekultivációja fejeződik be év végéig a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás területének 22 helyszínén, jelentette be a társulás elnöke. Sesztárk Oszkár hangsúlyozta, év elején zárult le egy rekultivációs projekt, amelyben 108 hulladéklerakónál tehermentesítették a környezetet. A közelmúltban újra nyitották a projektet, és közel 1,7 milliárd forintból folytatják a munkálatokat. Több mint 5,5 milliárd forintos keretösszegből alakítanak ki új kormányablakokat idén országszerte. A beruházás részeként adták át a 19. és a 20. kormányablakot Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Újfehértón és Csengerben. Utóbbi városban közel 30 millió forintból a járási hivatal foglalkoztatási osztályának épületét is felújították. A Kölcsei Televízió csütörtöki hírműsorát látták. Friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk majd. Híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk. Péntek estig a Kárpát-medence időjárását döntően egy mediterrán ciklon alakítja, mely többnyire nedves levegőt szállít fölénk. Éjjel borult lesz az ég, eső, havas eső, sőt havazás is több helyen előfordulhat. Az északi szél többször megélénkül, reggelre általában mínusz egy fokig csökken a hőmérséklet. Eleinte többnyire erősen, majd változóan felhős idő várható, számottevő csapadék napközben már nem valószínű, az északi szél pedig helyenként megélénkül. Délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg és melegfronti hatás egyszerre érvényesül térségünkben. Szombaton borult esős idő várható, majd vasárnap átmenetileg felszakadozik a felhőzet, napközben nem valószínű csapadék, a hőmérséklet még nem sokat változik. A jövő hét elején erősen felhős idő lesz a jellemző helyenként esővel, záporral. A hét közepén több órára kisüt a nap, csapadéknak kicsi az esélye, de tartós ködfoltokra számítani kell, hétfőtől jelentősen melegszik a levegő.